egymástól csak eltérő ö, szerzők szövegeit, világait ülteted át magyar nyelvre, gyakorta, mint például Alexander Musina versei esetében is, az argó, a rétegnyelvek komoly feladat elé állítják a fordítót, de mégis úgy tűnik, örömmel vállalod be, sőt, szinte alig várod az ilyen típusú feladatokat. Hát van ebben igazság. Ez, ezek az egyik legnagyobb, uh, hogy is mondjam, uh, kihívások vagy, vagy próbatételek, de hát ez végül is, végül is szövegmunkások vagyunk, alázatos szövegmunkások a, mi műfordítók, ezt te is jól tudod. E, viszont azért szeretünk e, megméretkezni is önmagunkkal szemben, meg a szöveggel szemben, amit fordítunk, meg, meg játszani is. És e, tényleg volt az elmúlt időszakban, hát a Dallungu könyvben is, a Tyukok a mennybenben, e, voltak azok a kocsmai beszélgetések, amit, amit nem tudtam nem székelyesen vagy a székely kocsma közegbe helyezve fordítani. Aztán persze finomítottam rajta a helyenként, hogy azért a magyarországi olvasót se hagyjam cserben, meg az ilyent azért nem lehet lábjegyzetelni. De ott is, ott is volt az, hogy, hogy, csak ment, ment a duma. Ment a duma. Mentek a plegykák, és az, az valahogy nagyon jó volt keresgélni utána, hogy hogy lehet a legjobban, leghatásosabban áttenni magyarra úgy, hogy, hogy teljesen természetesen hasson. És mostinan pedig igen, a takarnikú versekben ott pedig, hát ez a blokk negyedi nyelv, ez, ez valahogy azért a, a kommunizmus, meg aztán az átmenet Romániájában valahol jó nagy mértékben érintkezik a román és a magyar közösségek esetében, tehát azért mindjárt ugyanazt éltük át, sőt, még a, a figurákat is sokszor ismerősnek véljük, akár, hogy egy román szerző írta meg őket. Úgyhogy tényleg én, én nagyon szeretem ezeket a fajta műfordítói próbatételeket, hogy hogyan lehet úgy megtalálni, hogy, hogy jó legyen a szöveg. Most a jó szöveg az, az nekem egy kicsit mindig életszagú kell legyen. Tehát olvasóként is azt, azt szeretem, hogy, hogy valahogy legyen a, mintha az, én, mintha az én történetem, vagy az én szövegem lenne, vagy olyasmi, amit én is megélhettem volna persze azt, azt is elvárom, hogy mögötte azért legyen valami, amit pluszban uh, hozzátesz, amit én magam úgy tudok leszűrni, hogy, hogy ezt erre nem gondoltam, vagy hogy ez, erre, ez meglep, vagy, vagy valamiben bármiben is uh, gazdagít. És uh, úgy alakult, hogy ez a közel, hát nem tudom, olyan 30 szerző eddig, akit uh, vagy egy-egy szövegével, vagy teljes könyvvel folytottam. Uh, sokan közülük a, a 80-as nemzedéknek a, vagy a tagjai, vagy pedig annak a hatását viselik magukon, hogyha fiatalabb szerzők. És ugye ők voltak azok, akik azt mondták, hogy hát visszavesett az utcára. Tehát mindenképpen próbáltak egy kicsit a, a, a valósághoz kapcsolódni, vagy kapcsolni azt, amit, amit írtak, és nekem ez, nekem ez nagyon bejön. Tehát, hogy olvasóként is, meg fordítóként is, hogy, hogy legyen valami, amit szerintem az olvasónak is segítség, hogy engedje, Uh, hogy ragadja magával a, a, szöveg. És a Musinánál pedig, Musinánál pedig uh, nem csak a Dr. Niku szövegben, ugye ez a, ez a könyv, megjelent a Macska a ez ilyen kéttételes könyv, van benne egy Dr. Niku rész, van benne egy másik típusú, uh, hagyományosabb vers, uh, verselési rész, de abban is vannak jócskán ilyen uh, nem csak uh, slang vagy ilyesmi, hanem Musina nagyon szeretett játszani a szavakkal, és ilyen, ilyen sajátos szó, leleményeket alkotni, ami, abban a szövegben nagyon jól működik, csak utána a fordító így nézi, hogy akkor ezt most, most hogy is lehet jól megképezni magyarul. Hát miközben így a nyelv peremvidékén is szívesen komborolsz, mint műfordító, a közben 2008-tól több mint egy évtizede úgymond ott vagy a kultúrszervezés kellős közepén Sepsi Szentgyörgyön, hiszen a Bod Péter megyei könyvtárnak vagy az igazgatója, és emellett pedig számos fesztiválnak, rendezvénysorozatnak is szervezője, olykor főszervezője is voltál. Mennyire tud a mai világban közvetítő lenni a könyvtár író és olvasó között? De hogy látod, milyen irányban mozdulnak el az író és olvasó közötti kapcsolatnak a pillanatnyi helyzetei? az elmúlt években, illetve most? Hát most nem állunk jól, most, most, nem megy jól semmi, de ez az általános helyzet miatt van. Úgyhogy éppen a múltkor gondolkodtam, hogy, hogyha, ha, végre vissza lehet térni abba a kerékvágásban, mert voltunk, akkor szerintem mindenki olyan boldogan fog jönni. Lehet, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen álom, hogy, hogy meghívott szerzők, meg közönség is, meg mindenki, akinek közel lesz a rendezvényhez, alig várja, hogy ott legyen, hogy ennyiben lesz egy ilyen, ilyen robbanás, egy ilyen, lüktetés. Remélem. Az, ami volt, mert hogy volt, hosszú évek, itt, tehát tulajdonképpen körülbelül akkor történt ez sepsis Szentgyörgyön meg Háromszéken, 2008 körül, hogy hirtelen így kinyílt a, a kulturális mező. Azt jól tudjuk, hogy azért azelőtt a Magyarországra érkező, mondjuk meghívott szerzők is nagyon sokszor Kolozsvár eljöttek, talán még Vásárhelyig, de hogy össze nem igazán jöttek tovább és hogy ez, ezt, úgy valahogy ezt, ezt, ki kellett úgy tehát hogy ezt meg kell teremteni ezt a kapcsolatot. Én, én azt hiszem, hogy ez volt a legfőbb hozadék annak a sok-sok rendezvénynek, ami, amit mi is könyvtárként lebonyolítottunk a kérdésedre, pedig hogyha azt mondanám, hogy nem tud hozzátenni, akkor, akkor, önmagammal kerülnék szembe. Én azt remélem, hogy, hogy elég sokat tud hozzátenni a, egy közkönyvtár a kulturális irodalmi találkozók sorához. Főleg azért, mert mi is mindig úgy csináljuk, hogy, hogy mindig visszavezetjük az egészet az állományhoz, a könyvekhez, amik, amik ott vannak a, az állományban, és azt reméljük, hogy egy-egy jó találkozó az megpörgeti a kölcsönzést is. Ez ilyen, ilyen próza ide, de hogy ebben kell nekünk uh, dolgoznunk. Persze mindig nézzük, hogy az olvasók is ki, kiket kérnek jobban, kiket kölcsönöznek jobban, mit olvasnak, mit szeretnek jobban, és akkor próbálunk azokból a, a, a berkekből megszólítani uh, szerzőket. De bármilyen, bármilyen rendezvényünk van, azért megpróbáljuk mindig az írott kultúrához kapcsolni. Szóval, hogy ne, ne térjünk ki, ne akarjunk közkönyvtárként egy hogy is mondjam, művelődési vagy kultúra szervező intézmény lenni inkább, hanem hogy maradjunk meg mindig azért a, a kaptafánknál, és és amellett, amit csinálunk nyilván, az mindig kapcsolódjon a könyvtári szolgáltatásokhoz, és egy kicsit visszatudjon hatni jótékonyan azoknak a, a dinamikájára, hogy ilyen szépen mondjam. Nekem személyesen pedig hát elgondolatod, hogy, hogy azért manapság a, a kulturális adminisztráció már sem tekint, vagy Romániában vagyunk, ahol a törvénykezés is olyan, amilyen, és a különböző rendeletek néha egymásra szöges ellentétben vannak, vagy annyira értelmezhetők, hogy nem tudod, hogy hányadan állsz. Szóval, hogy ha csak az adminisztráció lenne, vagy csak ez a, az a, a fajta munka, akkor, akkor az nagyon sanyarul lenne nekem is személyesen. Úgyhogy ezek a sok-sok találkozó, sok-sok rendezvény, a napok, a Pulzart Fesztiválok, ezek mindig egyfajta ilyen lélek ö, öblögetés is voltak számomra, tehát akkor volt az, amikor éreztem, hogy ez nem csak, a, nem csak a, munka, vagy ez nem, nem annyira munka, mint inkább ö, tulajdonképpen egyfajta kulturális szellemi élvezet. Kérdangyal, sebed a világ, ég, hevül, és te lelkedet érzed a lázat. József Attila Ne se nincs. Vers lesz. Próbálkozhatom. Nagy karácsonyba hajló kis karácsony. Hallgatáskényszer is jól áthozható, ha szószünetből mondatot varázsol. Mondatot szépről, vágyról, szerelemről, várni, remélni, adni, amit kapni. Vagy vétekről, hogy új vagy eredendő, s hogy a szó létezés nem kongó hakni. Vagy hogy élhető az is, ami durva, mert van hozzá, ami egyszeri és titkos, olykor elmerül, rossz kedvébe fúlva, közben bizsereg, mint a bioritmus. Nem illókedély ágyú tölteléke. Magasra röpít, s lágyan földet érek. Éber álom filmjén egy dzsin suhanát, gömbcsendre simít kilenc bűvös képet. Kipárnázhat ezzel minden zuhanást, csitítva csörtét, ha a múlás éget senki földjén, Hol küzdelem és béke csendül össze egymást rendre váltva. A szívben rajzol ki ékes vidéket, úgy szobrosz kint, hogy mindig benne állhat. Születést vérző várakozás végén. Győzelem a vámon, kudarca réven, ajándék lehetnék az időzsákban hullámzó világ tereibe tévedt perc válaszol az örök valóságnak. A pillanat dönt, nincs jövő és tavaly, hol a kételynek megszakad az élte. Kisiklik alól a sose volt talaj, magammal szólhatok a csendesében. Kört indázó, izzó bölcsesség, Türelemfa csúcsán hócsillag lázvízen lebegők keressék a helyet, ahol áldás virrad. Partot érni napsugárral kéne. Karácsony és éles szemű fagy van. Felcsillanó gyermeklelkű fénynek párjára lelni. Kicsiben és nagyban.